Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves vendégeink! A programunk legelején Hanslik Leventet trombitást láthatták, hallhatták. A Tatai Menner Bernát Alapfokú Művészeti Iskola és a Kőkuti Általános Iskola 8. osztályos tanulóját. Levente sok városi és regionális versenyen és minősítőn ért el kiemelkedő eredményt. Zenei teljesítményei alapján felvették a Weiner Leo zenei szakközépiskolába, ahol szeptembertől folytatja majd tanulmányait. Ez is sok szeretettel gratulálunk. A zenetanulás mellett azonban kiváló sportoló, futó és távgyalogló is egyben. Felkészítő tanára Varjú László, aki kezdetektől tanítja Leventét a hangszerjátékra is. Műsorán az előbb, amit hallhattak, Francis Tomé 20. századi későromantikus szerző karakter darabját, fantazié. Leventétől hadd kérdezzem meg, hogy hogy függ össze a középtávfutás és a trombita? Mind a kettő zenetartás kell, és hát, hogyha futunk, az a tüdőkapacitást tágítja, és azt fel tudjuk használni a trombitáláshoz. Varjú László, mióta tanít téged? Második osztályos korom óta trombitálok, és hát most meg 8. vagyok. Rögtön a trombitával kezdted, vagy volt előképző hangszer? Előtte furulyáztam, és azt még óvodába kezdtem, és utána kezdtem trombitálni. És melyik volt előbb egyébként, a zene vagy a sport? Inkább a sport, és utána, ugye mivel anyukám zenetanár, ezért mondta, hogy zenéjek is, és hát így elkezdtem trombitálni. Most mi van előbb? Sport vagy a zene? Inkább a zene. És vacsorát kaptál, hogyha nem tanultad meg a szolfést? Kaptam, igen. Hadd szabadjon annyit hozzátenni, hogy Levente egy nagyon jó példája annak, hogy annak a programnak, amit mi Tatán elindítottunk, vagyis azt mondtuk, hogy minden tatai gyerek iskola után vagy sportoljon, vagy valamilyen művészetet tanuljon. De legjobb, ha a kettőt együtt csinálja. Levente erre egy nagyon-nagyon jó példája a programunknak, és szabad elmondani még annyit, hogy az általános iskolásainknak a 60%-a benne van ebben a programunkban. A célunk az, hogy ne ezt az őrült kütyüt, amit itt elnök úr most is maga előtt tart, ne ezzel foglalkozzanak a gyerekeink, hanem a lehetőség szerint valóban a fizikumokat edzék, illetve a szellemiségüket a zene és a művészetek segítségével növeljék. Szülőket, illetve kedves édesanyját kérdezném, hogy ön hogy kapcsolódott bele ebbe az egészbe? Gondolom, ön volt a példa, ön javasolta a Leventének, hogy akkor érdemes lenne ilyen dologgal foglalkozni? Én úgy gondolom, hogy a jó szülő arra figyel, hogy a gyermekének mindent megadjon, hogy ne csak boldog gyerekkora legyen, hanem boldog felnőtté válhasson, és az válik igazán boldog felnőtté, aki azt csinálja egész életébe, ami számára örömet jelent. És én ezért is az adottság, ahogy mondották korábban, az adottság korán kiderült mindkét gyerekeimnél, mert ikreim vannak, és mindkettőnél kiderült, hogy az adottságaik megvannak a sporthoz is, de a zenéhez is. És otthon a családban ezt hogy tudják összeegyeztetni, hogy a tanulás, sport, művészetek, melyik van első helyen? Hát igen, ez elég nehéz volt, még alsó tagozatban ez könnyedén ment, mert kevesebbet kellett tanulni, akkor rendszeresen mindkét gyermekem sportra is járt, zeneiskolába is, és körülbelül ugye a 6. osztálytól saját maguk döntöttek így, hogy lányom inkább a sport felé megy, fiam pedig a zenét választotta hivatásának. Volt egyébként ebben valami szülői kis ráhatás is, hogy ki melyiket válassza? Szerintem nem volt, hanem én nekik mindig is azt mondtam, hogy ami számukra örömet jelent, azt válasszák, mert ezt kell nekik utána egész életükbe csinálni, és saját maguk döntöttek így. Sok szeretettel gratulálunk, kiváló szülői neveléshez is. De most akkor jöjjön a tanár úr is. Az Iker testvér itt van? Igen. Jöjjön ki, legyen szíves. Szólj csak a körült is a színpadra, hol ő? És egy jó nagy tapsal köszöntsük őt. Tanár úrat szeretném első körben megkérdezni.
A tehetség az, hogy látják, mikor bontakozik ki? Tehát ez már nagyon kicsi korban, kisgyerekként, vagy amikor az ember, vagy kisgyerek az óvodába, bölcsődébe, óvodába, vagy iskolába kerül, mikor látják, hogy na igen, ebből akkor ács lesz, ebből sportoló, ebből adott esetben orgonaművész? Minden gyereknek van valami ez tehetsége, úgy gondolom, és itt már elhangzott, hogy jó ezt fölfedezni időben, és támogatni, ápolni, nevelgetni ezt a tehetséget. A Leventénél én úgy érzem, hogy szinte az első évben kiderült, hogy nagyon jó adottságai vannak, muzikális, és az is nagyon gyorsan kiderült, hogy őt ez az átlagnál sokkal inkább érdekli ez a dolog. És a sportra pedig én úgy tekintettem, mint támogató dologra, ami a zenei kiteljesedést szolgálja úgy fizikailag, kitartásban, emberi tulajdonságok erősítésében, ez mind szükséges a zenéhez is. És én úgy gondolom, hogy a zene mellett, ami a lelket ápolja, a sport, az pedig a testet kell, hogy ápolja. Mind a kettőben jó lehet. Éppen ezt szerettem volna megkérdezni, akkor egy jó nagy tapsot neki is, igen. Hogy vajon a zene, illetve a művészetek, ilyen esetben a zene, az hogyan van egymással karöltve, hogyan lehet párhuzamba állítani egymással, hogy egészíti ki egyik a másikat? Tehát a zene és a művészet? A zene és a sport. A zene és a sport. A trombitán való játék egy kicsit, ezt nem én találtam ki, csak idézem, hogy egy kicsit a sporthoz is hasonlítható, hiszen egy erős fizikai állapot is kell ahhoz, hogy a hangszeren úgy tudjunk játszani, hogy azt nem csak magunk, hanem a közönség is élvezettel hallgassa. Tehát valaki azt mondta, hogy a trombitán való játék 70% sport és 30% zene. És ebben higgyék el, nagyon sok igazság van, hiszen én magam is trombitálok, és ez így van. Tehát ha valaki fizikailag nincs abban az állapotban, akkor nem tud olyan színvonalú produkciót letenni. Persze kell a lelki ráhangoltság, és a szellemi képességek is kellenek, és nem utolsó sorban pedig hát az indítatás, az elkötelezettség az nagyon fontos, hogy azt a kitartó munkát, ami a sport eredményekhez is kell, a zenében is. Tehát anélkül kitartó munkával, szorgalommal és természetesen tehetséggel nem, anélkül nem lehet eredményeket elérni. Tanár úr, aztán egy utolsó kérdés, hogy hogyan, vagy mitől jó egy tanár, mitől jó egy pedagógus, hogyan tudja rendesen, hogyan tudja úgy inspirálni a gyerekeket, vagy ösztönözni a gyerekeket arra, hogy tényleg előjöjjön belőlük a tehetség? Hát ez nagyon, nagyon érdekes a kérdés, és nehéz is, megpróbálok nagyon hirtelen válaszolni, nagyon gyorsan. Én, mint zenetanár, én abban a kivételes helyzetben vagyok, hogy nem front oktatást végzünk, ugye, mint egy matek tanár kollega, aki egy egész osztály előtt tanít, hanem egyénenként. És minden gyerekhez közel kerülünk. Ez elengedhetetlen ahhoz, hogy úgy tudjuk a tudást átadni, hogy egy egészen különleges kapcsolat alakul ki köztünk, és így működik a dolog, hogy minden gyerekben felfedezünk valamit, és én ezt azzal szoktam még támogatni, hogy én igyekszem nagyon testre szabni, a képességekhez, az érdeklődéshez is szabni azokat a feladatokat, amiket jónak látok, hogy megtanuljon azt a tempót, és azokat a követelményeket igyekszem így felállítani, hogy ez mindenkinek testre szabott legyen, hogy teljesíthető legyen, hogy örömteli legyen. Mondtam is tavaly a szülőknek, hogy bevezetjük az örömteli zenetanulást. Remélem sikerült. Köszönjük szépen! Levente ikertestvérét, Évikét hadd szólítsam, jöjjön közelebb. Mit sportolsz? És két kérdést teszek egyszerre fel a mikrofon miatt, hogy könnyebb legyen. És ne csak az utolsóra válaszolj, hanem mindkettőre, hogy mit sportolsz, és hogy viseled, amikor Levente gyakorol otthon? Én atlétikázok, és mindig próbálok segíteni a Levinek, amikor gyakorol, hogy minél ügyesebb legyen, és hát... Nézeteltérés nincs belőle, amikor nagyon hangos? Hát, néha már kicsit túl hangos, akkor szólok neki, de még bírom. Mi az, amit leginkább szeretsz, amit ő játszik? Tehát milyen darabot, vagy milyen jellegű zenét? Hát, amit most játszott, az nagyon szeretem. Kívülről tudod már?
Hát nagyjából. Nagyon szépen köszönjük. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen, és további sok sikert kívánunk tanárnak, szülőknek és diákoknak is. Bocsánat, miniszterasszonynak egy kérdése lenne. Nem is kérdésem, kérésem, csak ahhoz kellene hangszer is. Vagy te vagy a tanár urad, tudnátok egy katonai takarodót elfújni? Nagyon tisztelettel megkérném, én mindig nagyon szerettem. Itt van a hangszer? Szaladj érte. Mindig nagyon szerettem ezt hallgatni, és mindig, amikor kis gyerek voltam is, szívesen hallgattam, akár az esti takarodó szavát, akár a hasra buzdított, hogy üst, koma, vár, koma, itt az ellenség, hát mit tudtok ebből bemutatni neki? Miniszter azt, hogy gazdasági területi tárcát irányított, úgyhogy most a százas befűszerti a trombitába. Megrendelte a zenét. Hát erre nem készültünk föl, de nem baj. Volkatonának illik egy takarodót eljátszani. Néhány hangot fogok ebből csak köszönjük. Eljátszani, hogy ne tartsuk fel a műsor. Köszönjük szépen! Hanzik Leventét és Évát látták, hallották.